Ezek a felvételek még 2021 nyarán készültek. Ekkor már kezdte megmutatni magát az a japán kert, melyet egy helyi civil szervezet tagjai álmodtak meg, és amelyet a Gyulai Könyvtár udvarán alakítottak ki. 2021. szeptember 22-én Otaka Masato, japán, magyarországi nagykövete látogatott Gyulára, célja pedig nem más volt, mint átadni az időközben elkészült és bonszájokkal kiegészített japán kertet. Beszédében a nagykövet kiemelte, ez a kert közelebb hozza egymáshoz a magyar és a japán nemzetet. Elmondta, ez az első alkalom számára, hogy Magyarországon egy japán kert megnyitásán vehet részt. Hangsúlyozta, a japán kertek nagyon hosszú történelemmel bírnak, néhány feljegyzés még az időszámítás előtti időszakból származik. Otaka Masato felhívta a figyelmet arra is, hogy a hagyományos japán kert nélkülözhetetlennek tartja a vizet, és olyan elemeket is megmutat, mint a hidak, a dombok vagy a völgyek, hogy így tegyék érzékletessé a tájat, az ökoszisztémát és a négy évszakot. A gyulai kertben kavicsok jelképezik a víz folyását, ami így módon olyan hangulatot teremt, mely túlmutat a természet szimpla reprodukcióján, és egy másik, elgondolkodásra késztető valóságot hoz létre. Nagyon örülök, hogy a borongós idő ellenére ilyen sokan eljöttek és megtiszteltek az érdeklődésükkel. Pedig mondhatnánk azt is, hogy ez csak egy kert avatása. Igen, valóban csak egy kert. De nagyon remélem, hogy sokan lesznek olyanok, akik egy fárasztó nap után erre sétálnak, leülnek a padra, hallgatják a víz csobogását, nézik a felületek lágy hullámzását, megnyugtatva zilált idegeiket. Látják, ahogy a száraz patak a sziklákat kikerülve, leküzdve, tovább folyik, mutatva az irányt. Vagy lesznek olyanok, akik gyerekeikkel jönnek el, és mutatják nekik, hogy milyen szép is tud lenni a természet, még ha épített is. És lesznek olyanok, akik esküvői fotókat szeretnének itt készíteni, mert ez egy kiegyensúlyozott, szép környezet. Lesznek, akik messziről érkeznek városunkba, és halva erről a kis kertről eljönnek ide, kedvet kapnak arra, hogy megnézzék gyönyörű könyvtárunkat, és remélhetőleg megújuló élővíz csatornánk mentén felfedezzék erről az oldaláról is városunkat. Egy kert sosincs kész, állandóan fejlődik. Ez egy új kert, annak nyersességével, folyamatos változásával. Tudjuk, hogy igazi japán kert Japánban létezik, de a sokszínű japán kertek varázsát szeretnénk egy kicsit felidézni ebben a kertben. Vigyázzunk rá, hogy évek múltva is gyönyörködhessenek benne az érdeklődők, átérezve azt az érzést, amely bennünk, mint alkotókban jelen van most. Végezetül szeretnék köszönetet mondani a kert megvalósításában résztvevőknek. Dani Zoltánnak, a kert tervezőjének, szakmai mentorának, jó rész kivitelezőjének. Zoltán segítői szintén nagyban hozzájárultak a sikerhez. Szín Sándornak, az Eurokonzorcium STZRT vezetőjének, aki fővállalkozóként nem csak megvalósította és előfinanszírozta a projektet, de szívvel, lélekkel részt vett a munkálatokban is. Köszönöm munkatársainak is áldozatos munkáját. Új Zsolt kertésznek, aki csapatával kerté rendezte a terepet. Ágoston Istvánnak és embereinek, akik az öntözőrendszert tervezték és telepítették. Balogh László asztalos mesternek és fiainak keze munkáját dicséri a Kabuki Mun kapu. Locskai Mihálynak, aki szakszerűen alakította ki a kertet övező platánfákat. Novák Bélának, aki az elektromos rendszer képítésében szerzett elévülhetetlen érdemeket. Az itt látható gyönyörű bonszájok Imre György keze alól kerültek ki. Köszönöm a pályázat lebonyolításában nagyon sok segítséget nyújtó Marton Andrásnak, a Széchenyi Program Iroda munkatársának a munkáját. Köszönöm Dézsi János igazgatónak és dolgozóinak, hogy elviseltek minket hónapokon át. Köszönöm egyesületünk aktív tagjainak a hétvégeken végzett munkát, itt jegyzem meg, hogy továbbra is számítok rájuk. Végezetül köszönöm a városvezetőinek bizalmát, hogy hittek abban, hogy ez a kert elkészül általunk. Kérem, szeressük ezt a kertet és vigyázzunk rá. A közösségi célú fejlesztések aktívan hozzájárulnak a helyben élő emberek civil és társadalmi életét segítő tevékenységeinek a lebonyolításához, az események megvalósításához, vagy adott esetben olyan szolgáltatások nyújtásához, amelyek segítik a helyi közösségi civil élet aktivizálását.
Az itt látható gyönyörű japán kert létrejötte is egy olyan pályázat keretében kapott támogatást, mely pályázatból civil szervezetet tudták megvalósítani azon kezdeményezéseiket, amelyeket saját erőből nem tudtak volna. Fontos ez a közösségnek, az egész város polgárságának, nem csak az adott civil szervezeteknek, hiszen az a város sikeres, és annak a városnak van erős közösségi élete, ahol erősek a civil szervezetek, ahol pezsgő élet zajlik a civil keretek között is. Azonban ismerünk olyan helyzeteket, amikor valakinek van jó ötlete, de sajnálatos módon nincs pénze megvalósítani. Ugyanakkor van olyan helyzet is, amikor valakinek van pénze, de nincs hozzá ötlete. Esetünkben kivételesen kedvező konstelláció állt fenn pár évvel ezelőtt, amikor az Európai Uniós forrásokból egy úgynevezett CLLD program elindult. Ugyanis ennek segítségével a jó civil ötletek mellé forrás is társult, ami lehetővé tette azoknak az elképzeléseknek a megvalósulását, amelyekről addig csak tervek születtek, csak álmok voltak. Tudjuk, hogy Gyulán erősek a civil hagyományok, hiszen Gyula egy polgári város. És ebből következőleg jól működő civil szervezetek vesznek részt aktívan a város közösségi életében. Ennek eredményeként a program keretében megújult már a gyulai németek kulturális és közösségi szintere, a Máriásház, a számos gyulai civil szervezetnek otthont adó civilház, itt az Esze Tamás utcában, megépült az Észak-Törökzugi kültéri fitnesspark, a sporttelepen a program nyújtotta támogatásnak köszönhetően épült föl egy modern játszótér, az egykori kismozi épületében fogyatékkal élő személyek sportolási lehetőségeit segítő bowlingpálya létesült. Hamarosan átadásra kerül a Zeneműhely Egyesület amatőrzenekari stúdiója és próbaterme ugyancsak a volt kismozi épületében, továbbá a Magyar Napfizikai Alapítvány napkutató obszervatóriumának létesítéséhez is támogatást tudtunk adni, ami egy olyan tudományos kutatóközpontként fog működni a jövőben itt Gyulán, amely egyrésztről a csillagászati tudományos élet egyik központjaként fog funkcionálni, másrésztről pedig egyetemi diákok gyakorlati oktatóhelyeként is fog majd szolgálni. Mindezek a kezdeményezések, kedves barátaim, azt mutatják, hogy létezik és él Gyulán az a fajta civil kreativitás, amely ha megkapja a kellő hátteret, támogatást és ösztönzést, akkor rendkívül egyedi dolgok jöhetnek létre. Ilyen egyedi és példanélküli kezdeményezés megvalósulását ünnepelhetjük ma is. Köszönet érte dr. Bartóki Lászlónak és a Gyulai Japánkert Barátok Köre csapatának, Dani Zoltán úrnak, aki egyedi szakmai tudásával segítette a tervek megvalósítását, és köszönet a kivitelező Szín Sándor úrnak, aki a kivitelezésben és megvalósításban aktív szerepet vállalt. Köszönet továbbá Dézsi János igazgató úrnak és a könyvtár kollektívájának, hogy befogadták és magukénak érezték a kezdeményezést. Elismerést érdemel Alt Norbert alpolgármester úr, aki a CLLD ügy gazdája önkormányzatunknál, aki segíti a civil szervezeteket terveik, álmaik megvalósításában. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, bízom benne, hogy minél többen fogják látogatni és élvezni a kert nyújtotta csend, harmónia és kikapcsolódás nyújtotta lehetőségeket. Gratulálok a megvalósításhoz, és további szép sikereket, jó egészséget kívánok minden gyulai civil szervezetnek. Japán kertet avatunk itt ma, és ez rendkívül, amellett, hogy felemelő, rendkívül ritka lehetőség is számunkra, hogy megismerjünk egy másik kultúrát, mélyebben megismerjük azt, és ezeket az ismereteket tegyük magunkévá. A japán néppel, a japán nemzettel, a magyar nép és magyar nemzet mindig a történelem folyamán mindig baráti kapcsolatban volt. Így van ez ma is, mert minden ember szereti magáévá tenni azokat az értékeket, amelyeket a japánok önmagukban, népükben és nemzetükben hordoznak. A tisztességet, a fegyelmet, a fegyelmezettséget, a szorgalmat,
és még lehetne ezeket a pozitív jelzőket tovább fokozni, amellyel egy kiváló államot építettek önmaguknak és az egész világnak. Az pedig különösen érdekes, és hál' Istennek nagyon szerencsés, hogy a gyulai japán kertbarátok köre egyesület megalakult, és próbált elmélyedni ennek a kultúrának a gyakorlásában. De mi is vezethetett ide itt Gyulán? Amikor gondolkoztam, hogy miről szóljak önöknek, akkor az jutott eszembe, hogy a japán és a magyar úgynevezett polgári lét nagyon sok hasonlóságot és nagyon sok jellemző azonosságot visel és képvisel mindkét nemzet és mindkét nép életében. Mit értek ezen? Azt, ami most a magyar oldalról közelítem meg, és Széchenyitől indulok, akkor az a gondolat, ha nem szó szerint fogom idézni, de amit ő megfogalmazott, hogy ne azt nézd, hogy mit kaphatsz a hazától, hanem azt, hogy mit adhatsz neki. Ha így vagyunk az országgal, így kell, hogy legyünk a településünkkel is, hogy nézzük azt, hogy mit kaphatunk. Azt is nézzük, de azt is nézzük, hogy mit adhatunk. És erre ez a kert átadás egy nagyon tipikus példa. Tipikus példa azért, mert hogy is született ennek a gondolata? Először is alakult egy japán egyesület, ha úgy tetszik, majd utána nézték a lehetőségeket, és sorra vették azokat a lehetőségeket, hogy miben tudnának kiteljesedni. Ami ma még nem hangzott el, és ezért Bartóki elnök úrnak és a Japán Kertbarátok körének egyesületének mindannyiunk nevében szeretnénk kifejezni azt a köszönetünket, amelyet hosszú évek óta már mindig az adventi gyertyagyújtáskor itt realizálnak Gyulán, és egy gyönyörű adventi koszorút készítenek ennek a városnak, amely az advent teljes idején ott ragyog és pompázik abban a fényben, ahogy felépítik, ugyanezzel a közösséggel együtt. Majd amikor ennek a kertnek megszületik a gondolata, akkor törik a fejüket, beadnak egy pályázatot, azt sikerre viszik, majd a pályázat sikeres elnyerését követően nézik azokat a lehetőségeket, hogy mivel lehet ezt kiegészíteni. Rengeteg munkát belefektetnek ők maguk is, és létrehoznak egy ilyen csodát, amelynek mindannyian a szemlélői és ennek részesei lehetünk. Ez a kert a miénk elsősorban gyulaiaké, de emellett az én meglátásom szerint a japánoké, a japán barátainké is, mindenki és azoké a turistáké, akik ide látogatnak, és ezt megnézhetik, gyönyörködhetnek benne. Én személy szerint szeretnék köszönetet mondani és egyben gratulálni polgármester úrnak, tervező és kivitelező úrnak, alpolgármester úrnak, és kiemelten Bartóki László elnök úrnak, kedves barátomnak és a kör minden tagjának, hogy ezt megálmodták, kivitelezték, és ezt a csodát nekünk ide teremtették a Magyarorsi János könyvtár kertjébe, és igazgató úrnak pedig azt, hogy ebben a munkában mindig segítők voltak. Mindenkinek köszönöm ezt a lehetőséget, és én nagyon örülök, hogy ennek a sikernek, ennek a szép műnek, ennek az átadásának én is a részese lehetek. Thank you.